Kiürültek a tantermek a Dombóvári József Attila Általános Iskolában. Az operatív törzs március 1-ével digitális oktatást rendelt el az intézményben. A legfőbb oka az, hogy nagyon sok a hiányzó gyerek. Az 537 fős intézményből 224 hiányzónk volt pénteken, ez több mint 40%-a a tanulóinknak. A hiányzások a többféle lehet, egyrészt valamiféle betegség, valamilyen felső légúti megbetegedés, de sajnos előfordul az, hogy családtag fertőződik meg, és ő miatt kerülnek a diákjaink karanténba, illetve a pedagógusaink betegednek meg, és így kerülnek osztályok karanténba. Jelenleg 7 osztályunk van hatósági karantén alatt otthon. Ugye ez számukra azt jelenti, hogy otthon elhagyási tilalom vonatkozik rájuk, de digitálisan tanulnak tovább ők is. Én azt gondolom, hogy a szülők zöme azért aggódik a saját gyerekéért és a családjáért, és nyilván sokan döntenek úgy, hogy otthon fogják, ugye szülőigazolásokkal van is erre lehetőségük. Hát aggódik mindenki nyilván a saját családja egészségéért. Jelenleg a pedagógusaink közül 2 vannak fertőzöttek, de szerencsére olyan egészségügyi állapotban vannak, hogy otthonról tudnak órákat feltölteni a rendszerbe, és nem okoz problémát. A kollégák meg eldöntik, hogy ha szeretnék, akkor innen az iskolából is le tudják adni a tananyagot, de mindenki rendelkezik ehhez megfelelő informatikai eszközzel, és otthonról is tudják a gyerekeket tanítani. Az iskolában tanuló 27 osztályból 7 volt karanténban az átállás előtt. Továbbra is szolgáltatjuk az adatokat a hiányzásokról, és akkor meglátjuk, hogy a döntés mi lesz, hogy esetleg meghosszabbítják, vagy úgy döntenek, hogy ez az 1 hét leállás elegendő ahhoz, hogy egy kicsit kiszellőzzünk, a vírus valahogy egy kicsit alább hagyjon. Nagy Bersényi Miklós sok olyan híres volt a jó szívéről, mint hirtelen haragjáról. A Dombóvári Belvárosi Általános Iskolában épp olvasásórát tartanak azoknak a kisdiákoknak, akiknek szülei nem tudták megoldani a digitális oktatás miatt fennálló helyzetet, így igényelték az iskolai felügyeletet. Az intézmény vezetője elmondta, hogyan vészelték át az eddigieket. Nálunk az első pozitív pedagógus október végén derült ki, és gyakorlatilag ott karácsonyig 2 hónap alatt 13 kollégánk fertőződött meg a COVID-19 vírussal, de szerencsére akkor gyerek megbetegedés nem történt. Abban a 2 hónapban nagyon-nagyon nehéz heteket éltünk. Volt úgy, hogy egyszerre tanítottunk online az otthon lévő éppen karanténba kerülő gyerekeket, mert ugye a pedagógusok miatt ők karanténba mentek, és az itt maradó gyerekeknek pedig itt személyes oktatást biztosítottunk az iskolába. Arra törekedtünk, hogy működjön az iskola, hiszen rengeteg szülő nem tudja megoldani, hogy elhelyezze valahova a gyerekét, nekik munkába kell menni, és ezért dolgozniuk kellett. Az alsót azt végig működtetni tudtuk 1 hét kivételével. A felső tagozatos osztályok többször kerültek néhány napra online oktatásra vagy karanténba. Sajnos úgy alakult a helyzet, hogy karácsony előtt már 13 COVID pozitív pedagógusunk volt, és jött hozzá az egyéb őszi felső légúti fertőzés, úgyhogy karácsony előtt 1 héttel az egész iskola online oktatásba került 1 hétre. Aztán elérkezett ez a tavaszi időszak, úgy február elejéig nagyon jók voltunk, azt gondoltuk, hogy minket nem érhet el újra már a vírus, vagy legalábbis reménykedtünk ebben, és aztán február végén, és most így itt március elején azt tapasztaljuk, hogy 2 hét alatt újra 7 COVID-pozitív pedagógusunk van, most már a gyerekek körében is megjelent a fertőzés. Egy házi orvos már nagyon régóta tesztel egy gyerekorvos, a Bátori doktornő, és ő több gyerekünket kiszűrte pozitív fertőzéssel, és gyakorlatilag 2 hét alatt most már több gyerek és több felnőtt is beteg. Hétfőn úgy indultunk, hogy az 52 pedagógusból, akik teljes állásban dolgoznak, 20 pedagógus nem tudta felvenni a munkát, mert vagy felső légúti megbetegedés, ami most nagyon gyakori, vagy egyéb megbetegedés a COVID megbetegedések mellett. Úgyhogy jelenleg az egész iskola hétfőtől online oktatásra tér, tehát 1 hétre, most ezt tudjuk, és a számok függvényében és alakulásában dől el, hogy a jövő héttől hogyan fogjuk folytatni az oktatást. Az igazgatónő elmondta, hogy már 5 napja kérvényezték a digitális átállást, azonban az operatív törzs csak március 1-én 8:45-kor küldte az engedélyt. Akkor már itt voltak a gyerekek, viszont mi azért jól szoktunk működni, egy nagyon jó kis csapat dolgozik itt, úgyhogy szombat-vasárnap mentek az én igazgatói leveleim a kollégák felé, és a szülőket folyamatosan tájékoztatjuk az iskola Facebook oldalán, úgyhogy azt megszerveztük, hogy hogyan tartunk oktatást. Vasárnap kétségbeesésben azt találtuk ki, hogy mivel jó idő lesz hétfőn, ezért az a 21 néhány pedagógus, aki fel tudja venni a munkát a 24 osztályban,
Ők projektnapot fognak tartani a gyerekekkel, és egy tavaszváró zöldövezetes projektnapot tartunk. Az eligazítás megtörtént itt reggel 7:30-kor az iskolában a kollégák felé, és pont mérték fel már az osztályokban a hiányzó létszámot, hogy hány gyerek beteg, hányat tartanak vissza a szülők, mert meg kell mondjuk nagyon sok szülő fél a betegségtől, és él azzal a jogával, hogy otthon fogja a gyerekét néhány napra vagy egy hétre. És ekkor érkezett a hír, hogy értesíthetjük hivatalosan a szülőket, hogy mehetnek online oktatásba. Az igazgatónő hozzátette, azt veszi észre a megbetegedett kollégáin és a gyerekeken, hogy ez a vírus sokkal agresszívebb, mint a második hullám idején. Nagyon betegek, nagyon magas lázuk van, ágynak estek, és nagyon-nagyon küzdenek ezzel a betegséggel. Ugyanez igaz a gyerekekre is. Eddig ugye nem tapasztaltunk gyerek COVID-pozitívot itt az iskolában, most azonban a gyerekek is betegek. Most volt online órám itt 3 osztályjal, az egyik aranyos kisgyerek bejelentkezett, mondta, hogy most már jobban van, de egy hétig ő is feküdt, és nagyon magas lázzal küzdött. De egy teljesen véletlen középkori Európát tanítottam, és a pest is, a kolera, meg a lepra, a járvány került terítékre egy 5. osztályban. Természetesen a gyerekek azonnal kapcsoltak, hogy most meg koronavírus van. Akkor is elmúlt, most is elfog, csak teljesen máshogy és más populációkat és más létszámot érintve. Mi azt szeretnénk, hogy ne legyen annyi halott, mint a középkorban, azt szeretnénk, hogy ne legyenek szövődmények, és hát igazán azt is szeretnénk, hogyha mi tartjuk itt a frontot az iskolában, pedagógusok, akkor minél hamarabb kaphassunk mi is védőoltást. Úgy gondoljuk, hogy valós igény a társadalom részéről, hogy nyitva legyenek az iskolák, de mivel 50 pluszosok vagyunk, nagyon-nagyon félünk attól, hogy komoly következménye lesz annak, hogyha elkapjuk ezt a vírust, vagy meg sem tudjuk jósolni, hogy ki hogy vészeli át. Én is nagyon várom, hogy kapjak egy lehetőséget arra, hogy felajánlanak számomra egy védőoltást, és akkor kicsit megnyugodva jöhessünk az 500 gyerek közé. Ugyanis ez napi 500 gyerek, az 500-szor több kontakt, mint hogyha csak egy igazgatóirodában egyedül dolgozom.